Sziasztok! Ez itt az AISK Akadémia Java Junior videókurzusa, és itt akár egyedül is elsajátíthatod a Java programozási nyelvnek az alapjait. Ha nem csak hobbiból gondolsz a programozással, hanem karriert is építenél rá, akkor ajánlom figyelmedbe hétvégig is 6 csoportjainkat, ahol teljesen kezdő szintről egy év alatt egy professzionális szintet elérhetsz, amivel már el tudsz helyezkedni programozóként. Nem csak kezdő, hanem haladó kurzusaink is indulnak, mindegyik online. A mai témánk a Q, vagyis a sor adatstruktúra. Mint mindig a témáknak az időbélyegzőit, azt megtalálod itt a videó alatti leírásban, amivel az adott témára ugorhatsz, de mielőtt ezt megtennéd, csak egy gyors emlékeztető, hogy ne felejts el a feliratkozói harangra kattintani, hogy értesülhess az új részekről, és nem maradj le a legújabb magyarázatokról. Kezdjük szokásosan egy kis ismétléssel, illetve kontextusba helyezéssel. Tehát a Collections Framework-nél tartunk, ennél a témakörnél, Collections Framework az adatstruktúrákat tartalmaz, amiket out of the box készen tudunk igazából használni, ahogy feltelepítettük a jávát a gépünkre. És ez fantasztikus, mert nem kell nekünk ezeket az algoritmusokat megírni, hanem csak ki kell választanunk a megfelelő adatstruktúrát, ami az adott szituációhoz illik. Egész komplex eszközöket kapunk így a kezünkbe. Ahogy az ábra is mutatja, és ahogy beszéltünk róla a korábbi részekben is, van egy collection nevű interfész, amiben az alapműveletek definiálva vannak, mint add, remove, stb. És ezt az interfészt terjeszti ki a set, a list, meg a queue. A setekről, tehát a halmazokról már beszéltünk, annak a különböző általános célú implementációiról is. A listának is beszéltünk két implementációjáról, a link listről és az array listről. És most itt az ideje, hogy egy kis betekintést nyerjünk, hogy mi az a Q, hogy néz ki a Q interfész, és mikor kell, vagy mikor érdemes igazából a Q-t választanunk, mint adatstruktúrát, amit a programunkban használhatunk. Később még szó lesz majd a mapről, annak a különböző változatairól, ami látszik, hogy egy kicsit külön is van az egész Collections Framework-től, de mégis a részét képezi. De az nem a Collection Interface terjeszti ki és beszéltünk arról is, hogy minden generikus benne, tehát maga ez az ős interfész, ez a collection is generikus típus, van egy típus paramétere, e, mint element, tehát hogy milyen típusú elemeket tartalmaz egy gyűjtemény. És akkor ma a Q-ról lesz szó, úgyhogy először is nézzük meg, hogy hogy néz ki a Q-interfész. Ugye látszódik, hogy ez is a collection interfész terjeszti ki, és ugyanúgy generikus, mint a collection interfész. Jó, tehát minden olyan metódus, ami a collectionben benne van, tehát az add, meg remove, meg a... Többiek. azok ugyanúgy jelen vannak a Q interfészben is, de a Q az ezekkel kiegészíti igazából ezt az interfészt. Nézzük meg, hogy mikkel egészíti ki. Itt most öt metódust láthatunk. Van egy element nevű, aminek nincsen bemeneti paramétere, de egy E-típussal tér vissza. Ugye ez az, e, ez, a, ez az az elem, annak az elemnek a típusa, amiket tárol egy ilyen adatstruktúra. Ugye a q azt magyarul sornak szokták hívni, mint egy várakozási sor leginkább, és abban speciális igazából, nagyon hasonló a listákhoz, tehát ugyanúgy lehetnek benne duplikált elemek, viszont itt nem tudjuk az elemeket megint index alapján elérni, tehát nem az a lényeg, hogy minden elemet el tudjunk érni benne, hanem különös hangsúlyt fektet a sornak az elejére és a végére. Olyan ez, mint tényleg egy, hogyha elmegyünk egy boltba, és beállunk a pénztárhoz, akkor ott is ugye sorban kell állnunk. Igazából, ahogy kialakul egy sor, tegyük fel, hogy tíz ember áll sorban, ugye igazából az, hogy kik vannak a sorban, az a folyamat szempontjából nem fontos. Ugyanis ahol történik valami, az a sornak az eleje meg a vége. Mert ugye a sor elején ott valaki ugye sorra kerül, és akkor ott a pénztárosnak ugye fizet. Tehát itt a sornak az ezen a részén történik valami esemény, illetve a másik végén, ugye, hogyha valaki befejezte a vásárlást, akkor beáll a sorba, és ő mindig a sor végére áll. Tehát a sornak van egy eleje, meg van egy vége ezt télnek, meg headnek szokták hívni, mint a fej része, meg a farok része igazából a, a sornak. Angolul ezeket az elnevezéseket használják. És olyan metódusokat tartalmaz a Q interface, amik igazából a sornak ezt a két végén végeznek műveleteket. És az element, az látható, hogy ez visszaad nekünk egy elemet. Ahogy a peak, meg a pol, meg a remove is. Az offerrel pedig igazából ugye paraméter tudunk átadni neki, és az pedig bekerül a sorba. Tehát vannak olyan metódusok, amik kivesznek a sorból elemet, és vannak olyanok, amik beletesznek. Igazából uh, itt most az nem látszik, mert ugye a Collection interfészből megörökli a Q interfész az Add metódus, de van egy Add nevű is itt tulajdonképpen. És az Add, meg az Offer, offer ezek, ezek szem, tehát igazából ugyanazt csinálják. Mind a kettő egy elemet berak a sorba, és ez mindig a sor végére kerül. Jó, tehát amikor egy sorba belerakunk egy elemet, akkor az mindig a sor végére kerül. Nyilván, hogyha üres a sor, akkor az eleje meg a vége az ugyanaz, amikor az egy elem van mondjuk csak benne, de ahogy elkezdünk több elemet belerakni, és van benne mondjuk tíz elem, akkor fontos tudnunk azt, hogy az add és az offer metódus, azok a sor végére rakják be azt az elemet, amit itt megadtunk. Most a soroknak nagyon sok változata van. Van olyan, amelyik limitált, például, hogy hány elemet tud tartalmazni. Tehát meg lehet adni, van olyan ö, sor implementáció, ahol meg lehet adni, hogy mondjuk csak 100 elemet tudjon tartalmazni, és hogyha megtelt a sor, tehát 100 elem tényleg van benne, és most megpróbálunk egy 101-et hozzáadni, akkor ebben különbözik, hogy az add és az offer ö, ö, hogy, hogy, viselkedik igazából. Mert ö, ahogy láthatjuk, az offer az ö, ugye boolean visszatérési értékkel rendelkezik, ezzel jelzi igazából, hogy sikerült-e belerakni az elemet, vagy nem. Az add metódus az pedig ilyen esetben ezek, ennél a sor implementációnál például kivétel dob, hogy tele van a sor. Ja, tehát külön, ez egyik kivétellel, a másik egy speciális visszatérési értékkel jelzi, hogy sikerült-e berakni az elemet. Akkor a, a peak, az igazából megnézi, hogy ki az, aki a soron következő. De úgy, hogy visszatér ezzel az elemmel, de úgy, hogy benne marad a sorban. Tehát csak igazából a peak az ugye a kukucskálást jelenti, tehát csak beletekintünk, hogy ki az, aki a soron következő, de benne marad a sorba, tehát még nem szólítjuk mondjuk a pénztárhoz. Ja, tehát ezzel csak bele tudunk nézni, hogy mi, mi a következő elem majd. A poll az nagyon hasonló, az is visszatér ez az elemmel, aki következik, de olyan módon, hogy el is távolítjuk a sorból ezt az elemet. Tehát szólítjuk igazából a következőt, kivesszük a sorból, de visszakapjuk visszatérési értéként ezt az elemet. A remove az is igazából ugyanezt csinálja, hogy ugye nem, nem adunk meg neki semmilyen bemeneti paramétert, ez mindig a soron következőt adja vissza. Itt is abban különbözik a kettő, hogy ez egyik egy speciális visszatérési értékkel jelzi, hogy nincsen elem, mert hogyha egy üres sorunk van, és abból próbálunk, tehát onnan kérjük ki, hogy ki az, aki következőnek követke, következik, ki az, aki jön a pénztárhoz legközelebb, akkor az egyik az no such element exception kivétel dob, a másik pedig egy speciális visszatérési értékkel, a nullal jelzi, hogy nem lehet, tehát nincsen következő elem. És ugye az element is ugyanezt csinálja, hogy azzal lekérjük a következő elemet. Jó, de nézzük meg ezt a gyakorlatban is, és akkor úgy pontosabban látni fogjuk, hogy hogy is működik. Uh, ugye mindegyik témakörünket egy külön package-be raktuk, most uh, így fogok tenni a sorokkal is, tehát itt létrehozok egy új package-et, és ennek az lesz a neve, hogy Q, és ebben a Q package-ben létrehozok egy osztályt, az lesz a neve, hogy Q demo, és egy main-t is létrehozok. Jó, kinagyítom, fölösleges kommentet kiszedem, és akkor itt is vagyunk a példánknál. Oké, tehát először is ugye a Q az csak egy interfész. Ahhoz, hogy használjuk, ahhoz kell egy egy implementáció. De szerencsére a Java-ba beépítve van több fajta is. Most csak azért, hogy túl sok újdonságot ne hozzunk be, én most a link listet fogom használni, amiről már beszéltünk, a láncolt listát, hisz egy láncolt lista implementáció az tökéletes igazából arra, hogy sorként használjuk. És a link list, mint osztály, az megvalósítja a queue interfészt is. Tehát ez nem csak, hogy lista, nem csak a list interfészt valósítja meg, hanem a queue interfészt is. Úgyhogy tudok olyat csinálni, hogy a queue interfészt használom. Mondjuk azt, hogy stringeket fogok tárolni benne. És akkor ezt úgy fogom hívni, hogy waiting jó, várakozási sor, és akkor létrehozok egy új linked list objektumot teljesen üresen, és ctrl shift val beimportálom a linked list osztályt és a q interfészt. Jó, tehát látható is, hogy nem kapok fordítási idejű hibát, ez teljesen legális, hisz hogyha a linked listbe belenézünk, annak a forráskódjába, akkor láthatjuk itt az elején, hogy class link list, az igazából egy abstract sequential list osztályból származik, és implementálja a lista interfészt, a deck interfészt. A deck az a queue-t terjeszti ki. A deck az a double-ended queue, tehát a két végű sor, erről is lesz majd szó, az a sor interfészt terjeszti ki. Jó, tehát látható, hogy a link list az igazából egy queue-ként is használható, egy sorként. És akkor nézzük meg az alapműveleteket, tehát waitingq.add, tehát van nyilván ez az add metódus, azzal bele tudok rakni elemeket. Belerakom Bélát, Aladárt, Gézát, Jánost, Ildikót. Jó, ezt az öt elemet, és utána sissout-tal kiírom, hogy milyen elemek vannak a sorban. Jó, kezdjük ezzel. Ezt lefuttatom. És akkor láthatjuk, hogy ugye öt elemet raktam bele, mind az öt elem benne van. Amit először raktam bele, ugye, ahogy mondtam, az edd, az mindig a sor végére rakja be az elemeket. Nyilván, amikor üres volt a sor, és beleraktam a Bélát, akkor az volt a sornak az eleje is, meg vége is. De utána beleraktam Aladárt, Aladár is a sor végére került, aztán Gézát, ő is a sor végére, János is a sor végére, Ildikó is a sor végére, tehát a jobb oldalt van a vége a kiíratásban igazából a sornak, tehát ez itt a sornak az eleje. Jó, ez a, a link list, ez igazából, annak nincsen semmilyen limit, hogy hány elemet tud tartalmazni. Tehát itt az eddel akárhány elemet hozzá tudok adni, nyilván a szabad rendelkezésünkre álló memória határozza meg azt, hogy mennyi elemet tudok belerakni. És akkor miután beleraktam az elemeket, valahol később a kódomban mondhatom azt, hogy pol. És akkor ez, ahogy elolvasjuk itt a javadokat, írja is, hogy ez vissza, tehát hogy megszerzi nekünk, és el is távolítja a sornak a fej részéből ezt az elemet, és nullát ér vissza, hogyha üres a sor. Tehát ez az, ami speciális visszatérési értékkel jelzi azt, hogyha, hogyha nem volt elem, amit a sorból ki tudtunk venni. Jó. Azt úgy fogom ezt hívni, hogy next. Tehát ez a következő, aki sorra kerül, és akkor kiírom a next-et. Előtte kiírom, hogy soron következő, és utána megint kiírom a sort. Várakozási sor. Jó. A várakozási sort ezt kiírom előtte is, így. Jó, tehát kiírom a várakozási sort a hozzáadások után, miután az öt ember beállt a sorba, utána kérem azt, hogy a következő kerüljön sorra, ez ugye a poll metódussal történik, ez eltávolítja a soron következő elemet, és visszatér vele, ezt a next változóban eltárolom, és utána kiírom, hogy a soron következő, vagy hát igazából azt fogom mondani, hogy a sorra került, mert így hívjuk magyarul, hogy aki ugye a sorban állt, és most sorra került, tehát akit hívnak mondjuk a pénztárhoz, az a next változóban van, ezt kiírom, és utána még egyszer kiíratom magát a várakozási sort, hogy lássuk, hogy kik vannak még a sorban. És hogyha ezt most lefuttatom, akkor láthatjuk, hogy ugye a várakozási sorban benne van az öt ember, Hogyha a polt meghívom, akkor Béla kerül sorra, ugye ő az, aki először bekerült a várakozási sorba, tehát úgy fair, hogyha ő kerül először sorra. Úgyhogy Béla kerül sorra, és utána a sorban már csak négyen állnak. Ugye Aladár, Géza, János és Ildikó. Ugye ezt szokták úgy is hívni, ezt az adatszerkezetet, a sort, hogy first in, first out, tehát FIFO rövidítést szoktak kapni, mert az, aki először belekerül az adatstruktúrába, az fog először kikerülni belőle. Tehát azok a metódusok, amikkel hozzá tudunk adni elemeket, az add meg az offer, azok mindig a sor végére rakják az elemeket, és azok a metódusok, amik lekérdezik az elemeket, mint a poll, azok meg mindig a sornak az elejéről veszik ki. Tehát aki először került bele a sorba, az fog először kikerülni. Ezért szokták ezt FIFO-nak hívni. FIFO adatstruktúrának first in, first out. És akkor ezt el tudjuk igazából játszani újra és újra. Megint meghívom a bolt, sorra került, kiírom, hogy kikerült sorra, itt már ugye nem kell létrehoznom ezt. És akkor, hogyha megint lefuttatom, akkor látható, hogy most aladár került sorra, és akkor már csak hárman maradtak. Tehát akár tudok egy olyan ciklust is írni, hogy amíg, amíg ez a ez nem nullad ad vissza. Tehát mindig lekérem, hogy mi a következő, és ez nem null. Csak itt be kell ugye zárójeleznem, hogy jó legyen a precedenciája, jó legyen a sorrendje a műveleteknek. És akkor igazából a kiíratást ezt belerakhatom a ciklusba. Tehát ilyet abszolút tudok csinálni, hogy addig, amíg a pol az nem nultad vissza, addig kiírom azt, hogy kikerült sorra, és kiírom a várakozási sort, és akkor ez le fogja darálni az összes elemet. Igazából, hogyha ezt megírom, akkor ugye akkor nincs is szükség ezekre. Mert ezt úgy is ismétlem. Jó, tehát egyszer kiíratom az egész sort, itt a 15-ös sorban, és utána pedig egy ciklussal addig megyek, amíg a pol nem nulltad vissza. Amikor először nulltad vissza, akkor rögtön kilép, mert ez egy előttesztelős ciklus, és akkor már nem fut le a 18-as, 19-es sor. De addig, amíg a pol az nem nulltad vissza, tehát először ugye visszaadja Aladárt, Gézát, János, Tildikót, addig megismétlem azt, hogy kiírom a next-nek a tartalmát, tehát hogy ki az, aki most következett és mindig utána írom azt, hogy kik állnak még a sorban. És látható, hogy a sorból egyesével így elfogynak az elemek. Végén egy üres, üres lesz a sor. Akkor a pol már nullal tér vissza, és akkor a ciklusnak a futása megszakad, és akkor befejeződik a programunk. Jó, tehát láthattuk, hogy az edmetódussal metódussal a sor végéhez adtunk hozzá elemeket, és a pollal pedig a sornak az elejéről kérdezzük le az elemeket. Na most mi a különbség, hogyha az et helyett az offer metódust használom? Lecserélem az összes eddet offerre. És láthatjuk, hogy ha megint elolvassuk a javadokat, akkor itt írja, hogy beszúrja a megadott elemet ebbe a sorba, ha az lehetséges, hogy, tehát ez lehetséges rögtön beszúrni, anélkül, hogy megszegnénk a kapacitás korlátozásokat. Tehát ahogy mondtam, hogyha van egy ilyen limitált sorunk, ami mondjuk csak tíz elemet tud befogadni, és tele van a sorunk, és akkor meghívjuk az offert, akkor nem fogja beszúrni. És hogyha ilyen sort használunk, akkor az ed helyett érdemes inkább az offer metódust használnunk, ami, mert ez ö, hogy visszautasíthatja a beszúrást. Tehát az add metódus az csak kivétellel tudja jelezni, hogy nem lehet beszúrni az elemet. Az offer az pedig a speciális visszatérési értékével tudja jelezni. Tehát true tér vissza, hogyha sikeresen hozzáadtuk a sorhoz, és hogyha nem tudtuk hozzáadni az elemet, mert nem fért bele a sorba, akkor false -al. Jó, tehát ilyen szempontból a kiuknál érdemes inkább az offer-t használnunk, mert ez az, ami a visszatérés értékével tudja számunkra jelezni, hogy sikeres volt-e a beszúrás, vagy nem. Hogyha az add metódust használjuk, amit ugye a collection interfészből örökölt meg az, a Q interfész, az csak kivétellel tudja jelezni nekünk, hogy nem sikerült a beszúrás. Jó, tehát ez igazából a különbség a kettő között. Itt most semmilyen különbséget nem fogunk látni, mert a link list ez nem egy korlátolt sor. Abba akármennyi elemet be tudunk szúrni. Oké, akkor ugye volt a pol, ami ugye nullal tér vissza akkor hogyha üres a sor. Hogyha a remove metódust nézzük, akkor ez is azt írja, hogy a fej részéből, tehát a sornak a fejrészéből részéből szedi a következő elemet, és eltávolítja azt. És a poltól csak annyiban különbözik, hogy, hogy itt is ugye a kivétel, ez, kivétel tudom, no such element exception hogyha üres a sor. Tehát nem speci a, a, remove az nem egy speciális visszatérési értékkel jelzi azt, hogy ne, nem volt elem, amit kiolvashatunk a sorból, hanem kivétellel. A poll az viszont ugye ezzel a nullal jelezte nekünk, és ezért ilyen módon tudtuk egy válciklusba használni. Hogyha a remove-ra lecseréljük, akkor egy darabig ugyanazt fogja csinálni, tehát addig, amíg nem üres a sor, addig ugyanúgy működik, de amikor üres, és akkor megpróbáljuk a remove-val eltávolítani az elemet, azt az elemet, ami nincs, akkor no such element dob. Tehát ezt úgy lehet könnyen megjegyezni, hogy azok, az, azok a metódusok, amik a collection interface-ből öröklődnek, az add meg a remove, ugye ott is volt egy ilyen nevű metódus definiálva, ezek kivétellel jelzik azt, hogy nem tudják teljesíteni ezt a kérést, hogy beszúrjon egy újabb elemet, vagy pedig lekérdezzen egyet a sorból. És azok, amik meg a Q interfészben vannak definiálva, azok pedig speciális visszatérési értékkel jelzik ezt. Jó, tehát itt most tudjuk a, ezt pollon hagyni. Hogyha szeretnénk. Akkor mit csinál a peak? Nézzük meg azt. Tehát azt írom, hogy waitingq.peak, és ezt eltárolom megint egy next nevű változóban, és utána kiírom a next nevű változót. Következő a sorban next, és utána ugyanúgy ki fogom írni magát az egész várakozási sort. Jó, tehát nézzük meg, hogy a peak az mit csinál. Láthatjuk, hogy a sorban ugye öten állnak, Béla Aladár a János Ildikó, és amikor a PIK metódussal kérem le a sortól a következő elemet, akkor azt mondja, hogy Béla visszaadja azt az elemet, amelyik következni fog, de nem távolítja el a sorból. Tehát tudjuk, csak megnézzük, hogy ki fog következni, de nem szólítjuk őt, nem vesszük ki, nem, nem fog kiállni a sorból a következő elem, hanem benne marad, csak megnézzük, hogy ki az, aki következik. Jó, erre néha szükség lehet, mert tudunk vizsgálódni, hogy ki az, aki soron fog következni. Ezzel kapcsolatban meg tudjuk vizsgálni, hogy ez milyen objektum, és tudunk dönteni, hogy esetleg hogy fut tovább a programunk. De benne marad a sorban, igazából ugyanazon a helyen. Jó, tehát a PIK az erre jó. Itt is, hogyha megnézzük, akkor a Javadok leírja, hogy retrieves, vagy does not remove. Tehát vissza tér azzal az értékkel, aki következik, de nem távolítja el a sorból, és mindenképp a head részről, tehát a fej részről, a sor elejéről fogja venni az elemet, és nullal tér vissza, hogyha üres a sor. Szóval a peak, hogyha nem, senki sincs a sorban, tehát senki se áll be a sorba, és meghívjuk a piket, akkor az nullal tér vissza. Hogyha az element, metódust használjuk, akkor ez nagyon hasonló a peakhez. Ez is visszaszerzi nekünk azt az elemet, aki következik, tehát aki soron következő, de nem távolítja el a sorból. Mindenképp a fejrészről veszi ki ezt, a sornak a fejrészéről. És abban különbözik a peak hogy ez no such element exception dob, hogyha üres a sorunk. Tehát most, hogy üres, és így futtatom le, akkor látható, hogy no such element exception lesz ennek az eredménye. De hogyha vannak elemek a sorban, és így futtatom le, akkor ugyanúgy, ugyanazt adja vissza, mint a peak. Jó, tehát itt is az a különbség a peak és element között, hogy a peak az speciális visszatérési értékkel, nullal jelzi, hogy nem volt elem, aki következik, az element az pedig egy kivétellel, no such element egy futási idejű kivétellel jelzi, hogy nem volt elem. Jó, igazából átbeszéltük a, az összes ö, fontosabb ö, metódusát ennek. Még összefoglalásul annyit mondanék el, hogy bár a link list implementációt használjuk, de mivel Q a, a queue interfészt használjuk, és egy ilyen típusú változóval mutatunk rá a link listünkre, ezért mi csak a Q interfészen keresztül látható metódusait látjuk. Tehát ha azt mondom, hogy waiting queue pont, akkor itt, Csupa olyan metódus látszódik, ami a Q-interfész miatt látszódik. De például nem látszódik az, ami a egy listára jellemző. Ugye a listánál beszéltünk például, hogy van lista iterátor, hogy az elemei index alapján elérhetők. Na ez egy sor, sorra nem igaz. Tehát mivel a Q-interfészen keresztül nézzük, ezért itt az index alapján történő címzés, hogy valamilyen indexre szúrunk be elemet, vagy pedig egy adott indexről kérdezünk le elemet, stb. Ezek a metódusok nem is látszódnak. Holott a link list osztályban meg vannak ezek valósítva. Ez is zseniális igazából ebben, hogy ha Q interfész típusú referenciával mutatunk egy link listre, akkor nagyon tisztán csak azokat a metódusokat látjuk, és csak azokat tudjuk használni, amik tényleg a sor jellegéből adódnak, és nem tudjuk eltéveszteni azokat. Na a sornak pont az a lényege, hogy nem akarunk tetszőleges módon hozzáférni az elemeihez. Persze, hogyha fontos, akkor az iterátorral ugye le tudjuk kérni. Tehát tudunk egy iterátor objektumot lekérni, és azzal be tudjuk járni az összes elemét. Ahogy például a toString-gel ugye kiíratom a standard kimenetre, akkor is látom az összes elemét a sornak. De pont az a lényeg, hogy itt ezzel a peak, poll, remove, element, add, Ezekkel a metódusokkal a sornak az elejét, meg a végét tudjuk tipikusan vizsgálni, vagy módosítani. És hogyha például mondjuk vannak utasítások, amiket végre kell hajtanunk, akkor ezeket be tudjuk rakni egy ilyen várakozási sorba, és akkor mindig amilyen sorrendben jöttek az utasítások, olyan sorrendben tudom őket kivenni, és teljesíteni, végre meghívni rajta valami metódust. Jó, itt most stringeket tároltam igazából a sorban, de tetszőleges típus tárolható egy sorban is tudok akár olyat csinálni, hogy egy command nevű, vagy egy task nevű interfészt létrehozok, amiben van egy execute metódus, és akkor csinálok konkrét feladatokat, ilyen olyan olyan task, amik mind implementálják a task interfészt, és ezt az execute metódus megvalósítják, és akkor ilyen objektumokat bele tudok rakni egy kommandokat tartalmazó queue-ba, és akkor igazából a, Pollal, egyesével fel tudom őket dolgozni. Egy ciklusban lekérdezem, mi a következő, meghívom az execute metódusát, megint lekérdezem, mi a következő, meghívom az execute metódusát, De például erre tudom használni. És nagyon sokszor adódik olyan szituáció programozás során, hogy kell egy ilyen FIFO adatstruktúra, hogy amit először raktam bele, azt fogom először kivenni. És a link list, ez például használható és elég hatékony, hisz az ugye pont egy duplán láncolt lista, az elején meg a végén könnyen módosíthatók és lekérdezhetők az elemek. Ilyen szempontból ideális erre. Jó, tehát fontos, hogy a q nak meg van különböztetve az eleje és a vége, head meg a tail section, tehát az elejét meg a végét azt, azt kezeljük különlegesen ezekkel a metódusokkal, és igazából olyan metódusok vannak, amik ezekkel foglalkoznak. Q-nak nem az a lényege, hogy tetszőleges módon a középső elemekhez is hozzáférjünk. Jó, tehát így első körben, ezt szerettem volna elmondani a Q-val kapcsolatban, fogunk még ennek a részleteivel foglalkozni, hisz azért több van ebben, és nem csak a link list megvalósítás van, sőt nem csak a Q interfész, úgyhogy erre még vissza fogunk térni, de biztatnálak titeket, hogy kicsit kísérletezzetek vele, hozzatok létre ilyen módon egy sort, és kísérletezzetek ezekkel a metódusokkal, amiket most bemutattam, úgyhogy mondjuk nem stringeket, hanem mondjuk integereket, vagy longokat, vagy valamilyen más típusú objektumot pakoltok bele, akár egy saját típus, mint a person objektumot. Jó, Jó tanulást kívánok ehhez, és jövő héten akkor innen folytatjuk. És ezzel a mai rész végéhez is értünk. Köszönöm szépen figyelmed! Mint mindig, most is várom észrevételeidet és kérdéseidet a mai résszel kapcsolatban is, a videó alatt komment formájában, vagy a premier vetítés alatt, akár a chat ablakban. Ha tetszett ez a rész, akkor kérlek hozzd meg! Ne felejtsd el megnézni az előző heti részt sem, ahol a list és az Array list implementációkat hasonlítottuk össze. Nézd meg ezeket a videókat is, és iratkozz fel a csatornánkra, hogy még több programozással kapcsolatos tudásra tehess szert.